Én erre nem tudok felelni. Sosem hittem volna, hogy ilyen undorító dolgokra vagy képes. Max, esküdj meg, hogy semmi közöd nem volt ahhoz a balesethez, ami Tonyt érte. Jól van, megesküszöm, hogy semmi közöm nem volt a balesethez. Nyomozott a rendőrség. Nem találtak az égvilágon semmit, úgyhogy tényleg baleset volt. De csak akkor kaphattad volna meg azt, amire a fogad fáj, ha Tony meghal. Baleset volt. Miért mondtad másnak magad, mint aki vagy? Tudtam, hogy Tonyt meg akarják ölni. Ő nem szólt róla senkinek. Nem akarta, hogy aggódjanak. Azt akarod elhitetni velem, hogy te úgy tervelted ki ezt a házasságot, hogy Tony egyszer majd csak meghal? Meg, te teljesen idiótának nézel engem! Nem vagyok hülye, és mondd csak, meddig vártál volna? Nos, 5 évig? 10 évig? És ha te előbb halsz meg, mint ő? Szó sincs róla. Ő megy el előbb. Tudtam, hogy Tonyt meg akarják ölni. És bármiben fogadok, hogy megpróbálják újra. Te tudod, hogy kik akarják megölni Tonyt? Meg, figyelmeztetned kell Tonyt! Szólj neki! Te ugyanolyan bűnös vagy, mint ők, hogyha nem szólsz erről Tonynak. Jól van. Jól van, szólok neki. De először el kell válnod tőle. Aztán szólok neki. Megegyeztünk? Tudod, néha annyira hiányzik a feleségem. És ha nem lennének a kislányaim, akkor mit sem élne az életem. Ugye, Márni? Apukám, szerintem untatott Tonyt a történeteiddel. Ó, nagyon sajnálom, nem akartam. Nem, Peter, nem unom a történeteit. Sőt, érdekesnek találom őket. Köszönöm, Tony. Tony? Szia. Tálalva van? Megyünk, csak megvárjuk Rachelt. Hová tűnt? Megszel mentek el valahová. Le a partra? Ha, lehet, nem tudom. Ó, már meg is érkezett. Rachel! Hol van Max? Nem tudom. Menjünk vacsorázni, mielőtt kirül minden. Szia! Hogy tetszik? San Franciscóban vásároltam. Nagyon csinos. Hello, Max. Szia. Jössz vacsorázni? Nem, köszönöm, de egyáltalán nem vagyok éhes. Hát, te tudod. Szervusz! Megyünk? Tony visszajött már San Franciscóból? Igen. És mi újság? Eddig minden rendben. Remek. Ugye, Louise? Ki kell találnunk valamit, hogy elvihessük innen Rachelt. Megpróbálhatnánk újra azzal a csónakkal, mint a múltkor. Igen, megpróbálhatjuk. Szólj, ha aktuális. Jó, majd szólok. Hey, mi a baj? Fáradt vagyok, Louise. És mindent egyedül kell csinálnom. Max. Mi van? Kellene egy kis pénz. Mennyi? 1-2 ezer. 1-2 ezer. Van nálam 1200 dollár. Kapsz egy ezrest. Kezdetnek elég lesz. Köszönöm. Ismered a mondást? A pénz nem boldogít. Elég volt.
volt, eleget ittam már. Ugyan, Kemél, még csak most kezdjük, előttünk az éjszaka. Haza akarok menni. Menjünk. Még róla. Valóban olyan olcsó a kinézete. Rossz a modora. Nem tud öltözködni. Nincs ízlése. Úgy néz ki, mint egy rongyász. Jézus Máriam, és mit hord? Olcsó konfekciót? Kiárusításon vett leértéket, rossz minőségű izmostelen göncöket. Istenem. Hogy tudja ezt Tonya elviselni? Mondd, legalább helyes kisnő. Tulajdonképpen nem csúnya. Hosszú, hullámos, barna haja van. És szerinted szép az arca? Mit tudom én? Májra, kétlem, hogy Tonya egy szörnyet vett el. Kárla, láttad a képét az újságban? Miért engem kérdezel? Szerinted jól néz ki? Hát, az ilyen fotók alapján nem nagyon lehet megítélni valakit. De elég helyesnek tűnt rajtuk. Én a te véleményedre vagyok kíváncsi. Na és most mit csinálsz? Még nem tudom. Kemél szintén ki nem állhatja. Tegnap összevesztek. Adott neki egy pofont. Komolyan mondod? Kemél adott neki egy pofont? Nem, ez a Rachel, Kemélnek. Atyaisten! Hát ez aztán egyre kacifántosabb. Azt hiszem, holnap benézek a Stagdér rezidenciára. Miért mész oda? Hogy megnézzem azt a híres Rachel hölgyet. Nem is rosszak lett. Ha úgyis oda mész, kedves ugocskám, szeretném, ha elérnéd valahogy, hogy Rachel a barátságába fogadjon. Ugyan miért? Elment az eszed? Nem. Tudod, Kemél és Clark azt állítja, mi? Hogy szerintük van valami Rachel és a kedves Max között. Viccelsz? Aha. Derítsd ki, hogy mi. Ó, már értem. Azt hiszed, hogy ha barátnője leszek, akkor elmesél nekem mindent, ugye? Májra, ahogy megtudja, hogy a testvéred vagyok, semmit sem fog elmondani. Tudja, hogy Tonyval jártál? Nem tudom, Kárla. Azt akarom, hogy segíts nekem, és légy szíves, ne tegyél fel hülye kérdéseket. Szerintem Tony nem szabad akaratából vette el. Talán Rachel terhes. Nem tudom, és nem is érdekel. Csak az izgat, hogy eszemben sincs hagyni, hogy ő éljen vele. Ahogy...